S motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. Na kérem szépen, akkor újra neki futunk. Tehát Horváth János van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggel, sziasztok, egy kis technikai akadály volt, ugye már semmi gond. De már összejöttünk. Tehát civilben színész, humorista, nem civilben kutyaszánhajtó és harcművész, vagyis kultúrbarbár. Ezt kaptuk, mint bemutató szöveget. Stimmel? Hát, nagyjából igen, a barbár az mindenképpen, a kultúr az sokan megkérdőjelezik, főleg kritikusaim, de többé-kevésbé igen. Oké, okay. Nézzük ezt a kutyaszánhajtást. Hol kutyaszánozik a magyar? Igen. Jaj, ez az a klasszikus kérdés. Ugyanott, ahol a más nációbeli. Igen, ez mindig a jégkutyaszán, meg miért Magyarországon itt nincs is hó. Egyébként van, természetesen most az elmúlt egy-kettő időben, vagy természetesen nem tudom, de úgy tényleg kicsit kevesebb volt, de hát azért többé-kevésbé van. Itt inkább az a probléma ezzel az egésszel, mint úgy áll-e Suzanne-ben nálunk a téli sportok megítélésével. Tehát lehet itt bármekkora tél, bármekkora hó, bármi. A téli sportok azok Magyarországon mindig kicsit olyan köhögősek, szóval olyan fura megítélés. Hát ilyen kényelmes ember a magyar. Tehát egy kicsit esik az eső, esik a hó, akkor nem szeret kimenni. Az ember pár éve a normafára sétálgatva, talán hogyha elvétve egy-egy sífutót lehetett látni, pedig mennyire egyszerű dolog. Igen, igen, igen. És hát arra most nem akarok a sífutásba belemászni, de hát ugye a sífutás az a történet, ami Magyarországon abszolút megvalósítható lenne. Persze, persze. De mégsem. Uh-huh. Most ugye van ez a klasszikus, hogy az országokról is beszélünk, de hát a szlovák is, meg a csehek is ugye általában síléccel a lábukon születnek. Többé-kevésbé ez is van a problémák náluk a szülészeteken. De ez valahogy hozzájuk tartozik. Meg ugye egyáltalán kint a természetben való mozgás. A kutyaszánhajtás nem annyira, de ettől függetlenül azért küzdünk vele, hogy rátérek a nyomvonalra. Küzdünk vele. Hát én is azt merem mondani, hogy itthon is hazánkban a legelső között voltam 86-ban. Tehát 1986-ban kezdtük ezt el. De hát már jóval korábbra datálódik, hogy én kutyaszánhajtó szeretnék lenni. Szerintem így születtem többé-kevésbé. Na jó, de hol laknak a kutyák? A kutyák kennelekben laknak. Mindenkinek van első osztályú szuper kennele. És van egy nagy udvaruk. Szaknyelven úgy mondják, hogy dogyard, külországi nyelven, egy kutyaudvar, ami csak az övéké. Uh-huh. És ott laknak. Amikor meg edzünk, akkor meg beszállnak a autóban lévő szállítóboxaikba, és akkor megyünk edzeni. Aha. Sok-sok kilométer. Nagyon-nagyon sok. Tehát akkor a magyar kutyaszánozóknak megvannak a kutyáik, vagy pedig kijártok külföldre, és ott űzítik a sportot. Ez még mindig nem egyértelmű nekem. Hát a kutyák azok megvannak, tehát ugyanúgy, hogyha most maradjunk megint a síelés analógiájánál, hogy persze bérelhetsz is síléccel, de hát az nem ugyanaz a történet. Uh-huh. Nem általában mindenkinek van kutyája, aki klasszikus kutyaszámítással foglalkozik, uh-huh. vagy egyáltalán húzósporttal. Azért mondom a kettőt külön, mert klasszikus kutyaszánhajtó már itthon egyre kevesebb van, tehát egyre kevesebben vagyunk. Sok ember dolgozik kutyával, a húzósportok Európában egyre népszerűbbek, de ezeknek főleg a dryland szakága, tehát a hómentes. Na ezt akartam kérdezni, hogy amikor nincsen tél, akkor átmentek erre az egészre, mert nekem az is egy érdekesség volt, hogy hoppá-hoppá lehet ezt tavasszal, nyáron, ősszel is csinálni. Természetesen. Ugye eredendően azok a sportok, amik ma dryland, mondjuk azt, hogy a kanikrosz, tehát a kutyás futás, mikor egy hámba van a kutya, össze vagy kötve egy spagival, vagy beülővel, és akkor rohantok föl az erdőben, mint az atom. Akkor a bike touring, amikor egy mountain bike van összekötve a kutyával, és üvöltve szintén le a lejtőn. Húha. És van ugye a scooter, a dog scooter. A scooter az ugye nem csak egy együttes, hanem egy roller is. És, de nagy teleproller, tehát ilyen nagy kerekű, nagy teleproller. Az nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén, amikor láttam videót. Nagyon durván jó egyébként, nagyon durván jó. Én nagyon szeretek szkúterezni, az nagyon-nagyon izgalmas, és ott is egy vagy két kutya húzza. Ezek eredendően edzésmódszerek voltak, tehát hogy amikor nincs hó, akkor és ugye hát ott van a fogatolás, tehát a kerekes kocsival, amikor edzőkocsival, vagy bármilyen három vagy négy kerekű edzőjárművel dolgozik a kutya.
illetve a hajtó. És az edzés módszerek mentek át szépen lassan az évek során önálló versenyzési kategóriába. Értem, abból lett a mainstream az edzésből. Uh-huh. Okay. Tulajdonképpen igen, de hát ugye nagyon erős, a világban azért nagyon erős a havas is, tehát ugye nem csak a dry land vagy off snow, hanem az on snow, a havas versenyzés is, és ott is ugye megkülönböztetünk nagyon-nagyon sok kategóriát, ugye a sprint kategóriát, a középtávú kategóriát, a hosszú távú kategóriát, ami mind-mind teljesen önálló és egymástól markánsan elkülönülő szakági megkülönülés. Szakág, értem. Oké, két kérdés van ilyenkor. Kicsit a kutya edzésről már beszéltünk már, hogy edzeni kell a kutyákat. Mi van a hajtóedzéssel? A hajtónak mit kell tudnia? Illetve majd azt is, hogy mondd el létszás, hogy milyen kutya jó egyáltalán erre az egészre? Itt megint megkülönböztetünk, ugye sprint versenyzésnek közép és hosszú távú versenyzés közép, meg hosszú távú fegyük egy kalap alá a sprint, meg megint egymás. Értelemszerűen ugye, ha most maradjunk a klasszikus kutyaszámításnál, tehát fogatolásnál, minimum mondjuk 4 kutya van elébe kötve, uh-huh. és onnantól fölfele bármi, lehet 2, de mondjuk 4, 6, 8, 10, 12, 14, nagyon sok. Attól függ, hogy mire készül az ember, értelemszerűen a humán sportolónak is jó kondícióban kell lenni, tehát kell a futás, erősnek kell lenni a kórizomzatnak, törzsnek, válnak, karoknak, lábaknak. A hosszú távú kutyaszámításhoz kell egyfajta elég erős mentális és fizikális állóképesség is. Uh-huh. Nagyon, ugye, ha álltál már szánon, mondjuk a Fairway-en dolgon, ugye, aha. mint turista. Nem véletlenül mondtam, mert ugye Mihálovics kollégám említette. Igen, igen, a Fiáraévent, így van. Úgy tudok ám mindent. És még annál többet is. Szóval, hogyha már láttál ilyet és állsz, akkor tudod, hogy 3-6-8 órán keresztül állni, néha nagyon inaktívan, néha pedig hiperaktívan, az nagyon megviseli az embert fizikálisan is, és mentálisan is. Erőseknek kell lenni a lábaknak, a törzsnek, a csípőnek, a vállaknak, szétráz, szétüt, néha roller mozgással kell lenni, mint hogyha sífutnál, te egyik lábbal tolod, néha lököd, néha csavarod. Ugye hát ugye azt mondjuk el a kedves hallgatóknak, ugye a szán az egy flexibilis alkotmány, akár klasszikus szából készült szán, nem akartam a faszánt mondani, hogy ez akár a modern anyagokból készült szánok is, ezek flexibilisek. Tehát gyakorlatilag a szánhajtást úgy kell elképzelni, úgy szoktam apostrofálni, hogy mintha egyszerre síelnél és szörföznél. Aha. Ez kicsit hülyén hangzik, de így azért lehet uh-huh. analógiába húzni az egészet, hogy a törzsem, a testem erejével, csavarásával, dőlésével tekerem a szánt, és követem le a kutyák mozgását. Ugye én egy óriási erőkar végén vagyok. Uh-huh. Tehát mondjuk van előttem 8-10 kutya. Ugye nagyon fontos, hogy nincs köztünk, mondjuk a vezérkutya meg köztem, meg egyáltalán kutyák között, meg is én közöttem, nincs manuális összeköttetés. Én kapaszkodok a számba az életemért, a kutyák pedig előfutnak. És ugye, hogyha jól meg van tanítva a vezérkutya, vagy a vezérkutyák, általában ugye az úgynevezett NOM fogatolási stílusban annyit jelent, hogy kettesével vannak befogva a kutyák, most nem megyek bele, hogy miért meg hogyan, milyen módon alakult ki, mert az különböző a fél tízig erről beszélnék csak, akkor a vezérkutya mondjuk 10 kutya esetében tőlem van 12 méterre, tehát csak verbálisan vagyunk összekötve, én pedig a szám végén a hosszú erőkarnál, mint az ostornak a legvége csapódom. Tehát ezt kell fizikálisan nekem koordinálnom. És azért ez elég kemény, főleg mondjuk, hogyha a szánban még súly is van, uh-huh. akkor bizony a saját testsúlyom és a szán súlya mellett még a benne lévő súlyt is koordinálnom kell, és vinnem kell, egyensúlyba kell tartanom. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ellentétben a sílécekkel, itt a lábam, a szántalpakon, a footboardon, megint kényszerű szakkidásomat bizonyítsam, nincs rögzítve. Uh-huh, igen. Tehát ugye áldogálok, és hogyha az jeges, akkor csúszkálok jobbra-balra, tehát kapaszkodom vadul. Hú, hát az biztos, hogy nem így képzeli el az ember ugye elsőre, de nagyon plasztikusan elmondtad, hogy működik ez a dolog. Azt mondtad, hogy milyen kutyatípus? A kutyusok, így van. Mert nyilván nem tartkók és francia buldogok szaladgálnak. Ritkábban ugye a
megint mondjuk azt, hogy a dryland kategóriákban gyakorlatilag hobby szinten vagy fán szinten tulajdonképpen minden kutyával lehet dolgozni, mert azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten minden kutyát meg lehet tanítani húzni. A kutya egy futó ragadozó, előrefele megy, az ember és a kutya kapcsolata itt a húzó sportoknál maradván, mindegy, hogy egy kutya vagy 20 kutya, az egy közös együtt vadászás. Mi vadászunk. Uh-huh. Itt nem antilopra, vagy őzre, vagy mamutra, vagy bármire, hanem még nem tudjuk, hogy mire, de vadászunk, együtt futunk. Ez, a kutyaszánhajtás, ugye a kutyából van együtt utazás, menés, az a legősibb közlekedési eszköz. Ez 8-10 ezer éve már a kutya húz, meg visz, meg futunk. Tehát együtt vadászunk. Tehát nagyon könnyű ezt a dolgot megtanítani a kutyának. Értelemszerűen az arra specifikusan szelektált fajták vagy típusok sokkal alkalmasabbak. Tehát Aha. Ugye végé tudsz menni a Hungaroringen egy akármilyen autóval, de valószínűleg... egy Simpson Schwarblival is végig lehet menni. Bármivel végig lehet menni, de mondjuk jön ez az angol szimpatikus afroamerikai néger fiatalember is. Az ő autójával sokkal gyorsabban végigmegy, mert arra van specifikusan tenyésztve, ami nem a Hamilton, hanem az autója. A kutyánál ugyanez, tehát hogy a klasszikus húzófajták, szánhúzófajták, azok alkalmasabbak rá. Itt megint megkülönböztetünk egy dryland versenykutya, akinek nem kell mínusz 20 fokban kint kecsölnie két héten keresztül, annak értelemszerűen nem kell akkor a bunda, másként épül fel fizikálisan, másra van szelektálva. Neki az a dolga, mondjuk, hogy 6, 8, 9, 10 kilométert a létező legnagyobb energiabefektetéssel fusson le. Egy hosszú távú kutya, aki arra van szelektálva, hogy napi szinten 30, 60, 90 kilométert menjen 10 napon keresztül a létező legjobb energiafelhasználással, ő megint másra van szelektálva. Tehát gyakorlatilag igen, lehet azt mondani, hogy klasszikus szánhúzó fajták is alkalmasak. Közép-hosszú távú versenyeknek az abszolút favoritjai a világban mindenhol az alaszkai haszki. Uh-huh. Itt amikor megszokták kérdezni, hogy az alaszkai malamut és a szibériai haszki keverék. Nem. Az alaszkai haszki az eredendően az észak-amerikai, főleg alaszkai falvakban, indián falban található indián kutyák voltak, vagy village dog, vagy falusi kutya, amit specifikusan mindig is húzásra meg munkára használtak, majd később, amikor egyébként a 20. század elején Szibériából megjelentek az onnan átvitt számúzó kutyák, és aztán azokat egyébként majd a 920-as, 30-as években a keleti parton, tehát nem Alaszkában, hanem a keleti parton, Maine államban ráérő gazdag újasszonyok fajtává nemesítettek, ebből lett a szibériai haszki, hogy megkülönböztessék az eredendően Alaszkában élő indián kutyákat, egyszer csak azt mondták, hogy ez az alaszkai haszki. És ezek vannak leszelektálva a versenykutyának. Például a Fjärévenen, Finnország, Norvégiában az ott dolgozó kutyák, akik viszik a vendégeket, a turistákat, a bárkit, ezeknek a nagyon nagy része alaszkai haszki. Uh-huh. Ezek semmi másra nincsenek kitalálva és szelektálva, csak a futásra. Van a húzó kutyáknak, mindegy, hogy milyen húzó kutya, van a húzó kutyáknak egy nagyon fontos ismérve. Szokták kérdezni, mint hogy ti is megkérdeznétek mindjárt, de nem hagylak benneteket. Szóhoz jutni, hogy milyen a jó szánhúzó kutya. Van egy tulajdonsága, ugyanúgy mint a cowboyok lovának, a quarter horse-nak, aminek van egy úgynevezett cow sense, tehát egy marha érzékenysége. A szánhúzó kutyának, a húzó kutyának meg van egy olyan fogalom, amit úgy neveznek, hogy desired run. Uh-huh. Vágy a futásra. Uh-huh. Nem tud a szerencsétlen mást, mert azokban a rohadt kettős spirálokban csak ez van bekódolva. Aha. Menjünk, fussunk. De jól hangzik egyébként, megmondom őszintén. Igen, de tényleg így működik, tehát hogy annak idején Jack London jól leírta, nem akarok, hogy Jack Londonba belemenni, mert egyébként nagyon azon kívül, hogy megváltoztat az amerikai irodalmat, 20. századi amerikai irodalmat, azon kívül nagyon sok mindent, ő hülye volt mindenhez, de megtanulta, meg látta, meg azoktól hallotta, akik értettek hozzá. És ugye van egy klasszikus regényének egy klasszikus mondata, a hóban hámban mind halálig. Na ez egyébként működik. Tehát egyébként ez működik, mert hogy ezek a fiúk meg lányok ezt tudják, és ez csodálatos. Okay. Na, hát figyelj. Nagyon sokáig hallgatnánk még ezt, mert tök érdekes, rengeteg olyan részlet derült ki számunkra, amit még nem hallottunk, vagy nem tudtunk, úgyhogy majd egyszer folytatjuk ezt a beszélgetést, de mindenképpen izgalmas az összes verzió, amit elmondtál. Hát, én ugye, amit szoktam volt mondani, hogy klasszikus stand-upon 40 perc után szoktam odaütni, hogy egyáltalán ki vagyok és miért állok a színpadon. Tehát, okay,
Úgyhogy nálam ez a munkaüzemmód, benyomják, és akkor elindulok, dolgozok, de nagyon, nagyon figyelni kell, mert 20 perc után elkezdem kitölteni a számlát. Te így húzol. Meléd ez van beégetve. Húha, 19, okay. Akkor gyorsan fejezzük be. Akkor nagyon vigyázni kell. János, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Kedvet mindenképpen csináltál, úgyhogy még lehet, hogy kereslek privátban is egy kis rollerezésre. Az nagyon tetszett. Hajrá, keressél, majd Mihálovics segít. Rendben, köszi szépen. Köszi, köszi, sziasztok. Horváth Jánossal beszélgettünk, színész humoristával, aki egyébként nem különben kutyaszánhajtással és harcművészetekkel is foglalkozik. Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Ugye elrohant az idő, hogy nem is vettük észre, tényleg olyan jól mesélt nekünk Horváth János. Majd egyszer elmondom, nagyon sokszor előkerültek az én mozgásformáim a műsorba. A biciklizést azt alapvetően én hoztam be, az úszás, úszásról is volt, is, csak volt. Nem a rovatban, hanem csak egy elszórtam de nem. Úszásban nagyon, úszás nagyon sok volt rovatban, biciklizés is volt, a futás az ott maradt, tehát azt ugye mindannyian üzzük, te a hogy is mondjam, legalaposabban, én kevésbé, de én például kipróbáltam a saját kutyámmal, mert ő is húz, mint az állat, azt, hogy megy az, amikor egy jó hosszú pórázon megrángattatom magam a gördeszkámmal. Aha. Az brutális volt. Egész addig jól ment, amíg el nem húzott mellettünk a kisfiam biciklivel, mert akkor üldözési módra kapcsolt. És neki nagy perecelés lett a vége. És egy nagy perecelés lett a vége, amit csak annak köszönhetek, hogy megúsztam élve, hogy nagyon sokat estem már gördeszkával, úgyhogy tudtam, hogy hogy kell. Mondjuk el gyorsan, hogy mi lesz még, mert nyilván lesz Archies in the Air, de lesz még Kultmogul külön kiadásunk Úton Gammapolisba címmel. Kóbor Jánosra emlékezünk majd még. Szénégető Richard zenei újságíró podcaster lesz a segítségünkre 9 óra 45 táján a műsor utolsó részében. Úgyhogy maradjatok velünk mindenképpen akkor is. A Millás reggeli folytatódik hamarosan. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.